Kedves idős lakosaink, nagyon számítok önöket. Fogjanak össze gyerekekkel. Nekik még nem hervak le a mosoly az arcukról. A legfiatalabbak és a legidősebbek együtt hódítsák meg a felnőtteket. Mutassák meg nekik, hogy a munka, a nehéz anyagiak, az idegérlő hétköznapok megváltozhatnak, ha meg akarjuk változtatni őket. Találnak azért néhány olyan idealistát ebben a városban, mint például én vagyok. Mi is segíteni fogunk ebben a nagy munkában. Minden jókedvű összejövetelre, ahol ennyit nevetnek, mint ma este, hívjanak el egy-egy ideges, nyugzott, fontos embert. Innen önök közül csak vidáman lehet távozni. Ennél többet senki sem tehet a városért. Ugye nem haragszanak rám, amiért ilyen nagyot kérek önöktől. Senkire sem számíthatok a mosolygásban. A szeretetben csak önökre. És ahogy itt ülök önök között minden ilyen rendezvényen, érzem, tudom, hogy mindenre képessé teszi önöket az a lelki, szellemi erő, amely egész életükön már megőrizte ezt a vidámságot. Köszönöm szépen! Yeah!
estében legyen a papán. Nem nekünk, pakolossa lesz, pakolossa lesz. Jó sarad a galambó, esztike, pike, pike, esztike lám. Estében legyen a papán. Piros, C betű van a sarkába, egy C, 81-es. Egy cappuccino, Gizike. Egy cappuccino. Ügyes vagyok. Következő. Eremény. Jaj, Diannás cukor! Zöld, 98-as. Na, azt hiszem. Na, kettő, akkor azt mondom, hogy... Még egy húzás, mert kettő volt. Egy edénytart. Hát tulajdonképpen nekünk is meglepetés volt, mert... elmondom, hogy a mikrofonba. Jó, hiába, én nem tudom elolvasni. Baranyai Magdolna ajándéka. És Vida László ajándéka. És aki nyerte? 9-es. Kék. Kék. És? Karika van a sarkában. 9-es. Karika és kék. Karika van, nem? Tehát akkor gratulálunk. Jó, nekik hagyni az asztalt. Ennyi, lopja meg! Hold it up,